Fölösleges volt az előzetes aggodalom a látottak alapján, a kiesés szempontjából fontos dolog elleni hazai mérkőzésen a szekszárdi Fekete Gólyák házatáján. Legerősebb összetételében pályára lépő szekszárdiak mind a lerohanásos, mind a felállt védelem elleni pozíciójátékban gólokkal voltak jobbak, erősebbek a Dorognál, ami az eredményjelzőn is hamar lekövethető volt. Állandósult a hazai csapat 4-5 gólos fölénye, ami mind a leváltó, mind a kispadon azért megnyugtatólag hatott. Igaz, a rövid zárlatokat most sem mellőzte a Fekete Gólyák KC, és ezt kihasználva néhányszor vissza tudott jönni a meccsbe az ellenfél. Ezzel az átlövés góllal, amit Farkas Anita szerzett, visszaállította a Fekete Gólyák KC az 5 gólos különbséget, és kialakult a végeredmény is. Ezt a meccset 4-szer nyertük meg, utána 3-szor elvesztettük, hát 4-szer is meg tudtuk még nyerni szerencsére, de hát igazán sok örömem ebbe a meccsbe. Talán egyedül a Szonyának, a kapusunknak, amikor őt becseréltem, ő neki volt egy jó időszak, a vége felé már is visszaesett, de ő legalább egy fél órát, 40 percet szerintem jól védett. Az edző kizárólag csak a győzelemmel volt elégedett, mert ő már abból a szempontból nézte a lányok produkcióját, az egyes játékosok teljesítményét, hogy elég lehet-e ez a játék a győri pontszerzéshez, az Eto rendkívül erős tabella negyedik U19-es korosztályú utánpótlás csapata ellen az utolsó fordulóban. Ha nincs legalább egy pont Győrből, a Gólyák hivatalosan a kieső helyen végeznek az NB1B nyugati csoportjában. Ez a teljesítmény, éppen most mondtam itt a dorogi kollégának, hogy ez a teljesítmény sajnos nem elég a bennmaradáshoz. Tehát ahhoz, hogy mi Győrbe tudjunk nyerni, ez ég és föld. Amennyiben kieső helyen zárnak a szekszárdiak, ismerve az NB2-es bajnok csapatok hiányzó szakmai, elsősorban anyagi lehetőségeit a magasabb osztályba jutáshoz, könnyen megeshet most is, hogy nem lesz feljutó, így maradhatna a Fekete Gólyák KC a sportág második vonalában. De a mai állapotában, a jelekből ítélve, minden tényezőt mérlegelve, ezt jól át kell majd gondolni a vezetésnek. Nem tudom, ez nagyon nehéz, ezt az igazság, hogy itt van 3-4 játékos, akivel az utóbbi időben nem tudom, hogy érdemes-e továbbiakban, tehát folytatni, viszont nem tudom, hogy arra van-e pénzünk, hogy most mi itt egy garnitúrát lecseréljünk. Ezt nagyon komolyan végig kell gondolni, hogy nekünk melyik a jobb, hogyha bennmaradunk és összeverítjük ezeket a fiatalokat, vagy lesz-e annyi pénzünk, hogy itt hozzunk egy 4-5 embert, vagy pedig azt mondani, hogy a fiatalokkal nekiindulni és megnyerni az NB2-t, mert egy év alatt talán beleerősödhetnek. Nem ez a vágyam, tehát hidd el, hogy nem ez az elképzelés, de minden forog most az ember agyába, mert itt sajnos egy-két idősebb játékos az itt a vége felé már teljesen csődöt mondott. És van olyan is, aki pedig használtól lenne, aki tudom, hogy nem akar már maradni.